Köszöntöm nézőinket, Márkus Judittal, vagy ahogy sokan karcagi ismerjük, Jucival beszélgetünk. Régen jártál Karcagon, és most volt előtte időm vele egy pár percet váltani, és láttam, hogy kisgyerkőccel érkeztél. Azt hiszem, hogy ez volt a nagy vágyad, amikor utoljára beszélgettünk, még csak arról beszélt, hogy milyen érzés lenne anyának lenni. Így van, március 6-án megszületett a pici lányom, imáron a 7. hónapot töltöttük. Hát nem nagyon tudom szavakba önteni, hogy milyen érzés. Szerintem aki anya, az pontosan tudja, hogy ez mindent felülír. Tehát szakmát, karriert, munkahelyet, egyéb családtagokat, tehát mindenek fölött áll. Nagyon vágytam rá, nagyon régóta, úgyhogy én most nagyon-nagyon jól vagyok. Együtt vagyunk egész nap, játszunk. Most örültem azért, hogy együtt eljöhettünk, anyukám is kiállít a mai délutánon, és itt nagyon-nagyon-nagyon szívesen lépek föl, mert nagyon szeretem ezt az egész Foltvarró kört, minden tagját, nagyon szeretem, hogy anyukámnak lett ez a hobbija. Nagyon kiteljesedett vele az élete, hiszen hát ugye azonnali kreatív alkotás eredménye van, csodáljuk sokan. Úgyhogy fantasztikus dolog, úgyhogy nagyon örülök, hogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt léphetek föl. Beszéljünk egy picit a színészi munkáidról is, hiszen azért gondolom, hogy mindent nem égettél föl magad mögött. Kassai Színházról tudjuk, láttam, hogy már rendeztél is darabokat. Tehát most mennyire a pici a középpontban, de mennyire hagytad abba a játszást? Hát teljesen. Teljesen. A Kassai Itália Színháznak továbbra is tagja vagyok, de mind a 3 évet szeretném kihasználni. Tehát otthon maradok ügyesen, de annyi szerencse azért van ebben a szakmában, hogy egy-egy fellépést el lehet vállalni. Az biztos, hogy mindenhova viszem magammal, leánykámat. Most ősszel kellett volna már egyébként dolgoznom a Veresegy Színházban, az Ankonai Szerelmesekben, de azt gondolom, hogy még egy fél éves baba mellől napokra sem szeretnék eltűnni. Nem állítom, hogy majd amikor már haladunk előre az időben, akkor nem fogok elvállalni egy-egy munkát, ha úgy látom, hogy esetleg tud nélkülözni. Szerencsére már mindenhol őt hallom, akkor is, ha nincs ott. Szerencsére édesanyámhoz is nagyon kötődik, meg édesapjához is, úgyhogy azért egészen jól el van más családtagokkal is. Beszéltünk arról, hogy számodra milyen az anyaság, de az apuka mit szólt ehhez? Gondolom, ő is nagyon várta, és minden percét együtt tölti vele. Nagyon régóta terveztük a babát. Hány éves házasok vagytok? 11. Az az igazság, hogy most ő dolgozik sokat. Tehát főleg én vagyok babával, de az meg jó, hogy ő meg dolgozik. Úgyhogy most tényleg... Lehet, hogy most tényleg őt hallod, de akkor, amit ők együtt vannak, akkor ez egy nagyon intenzív együttlét. Igen, igen, az biztos. Annyi, hogy péntekenként én elkezdtem levelező tagozaton iskolába járni, továbbképzem magam egy picit, mert az a tapasztalatom, hogy gyes után nem szívesen látják a gyermekes anyukákat a színpad körül. Nem biztos, hogy ez így lesz, de azért próbálok több lábon állni. Van egy önálló estem, ez még a terhességem alatt, illetve pontosabban előtte született. 40-es, 50-es, 60-as évek film zenéit fűztem össze ilyen-olyan anekdotákkal, filmtörténeti anekdotákkal, és most ebből fogok pár dalt elénekelni, de ez egy önálló est, egy ilyen órás önálló est, és ezt majd Szegeden, az Őszi Kulturális Fesztiválon is elő fogom adni, illetve hát november végén megyünk Johannával Prágába, mert ott is várnak bennünket, úgyhogy lesz egy kis családi kirándulás ide-oda. És egyébként szerepálmod van, mit szeretsz jobban, drámait játszani, vagy zenéset játszani, vagy komikát, tehát azért sok minden megadatott már, mi a kedvenc műfajod? Hát nagyon szeretem, hogyha változatos a repertoár, tehát amikor zenéset próbáltam, akkor mindig vágytam rá, hogy most már valami nyugis, szép, halk, szomorú próza, és amikor szomorú, szép, halk prózát próbáltam, akkor alig vártam, hogy lehessen énekelni, úgyhogy a változatosság tényleg gyönyörködtet. És a rendezés az a Hoppá Rézi mi volt, vagy azóta volt más is már?
Nem volt, de készülök rendezésre is. Egyébként most még csak fejben, otthon, papíron olvasgatok egy nagyon kedves barátnőmnek, aki most végzett a Pozsonyi Színművészeti Egyetemen, neki fogok rendezni majd jövő ősszel, de csak egy monodrámát, hogy otthon szépen a lakásban a baba mellett tudjunk beszélgetni a darabról, aztán már nem kell sokat eljárni ahhoz, hogy megszülessen a végeredmény. Aki nézze a Facebook oldalodon a fotókat, azért láthatja, hogy vannak ebben nagy kosztümös szerepek is, van sok-sok minden. Van olyan kedvenced, amit bármikor, bárhol fölkennének, elvállalnád? Hát az olyan régi nagy klasszikusok, mint Shakespeare, Molière, Molnár Ferenc, tehát ők olyan halhatatlan karaktereket írtak, hogy amikor az ember megkap egy ilyen szerepet, amit már hosszú-hosszú évezredek óta játszanak emberek színpadokon, akkor azt gondolja, hogy úristen, micsoda legendába csöppent bele, és magasan van a mérce, aminek elég nehéz megfelelni, de hát ezek a szerepek a legemlékezetesebbek számomra is. Ofélia, Tártüfből Elmira, Molnár Ferenc Ördögéből a Sejem Cinka, vagy Gorki Éjjeli Menedékeiből a Natassa. Tehát nekem is ezek a kedvenceim a régi nagy klasszikusok, mert hogy azok a legjobbak, szerintem. Bár édesanyja vagy, de 16-18 évesnek nézel ki, még mindig nagyon jól nézel ki. Mi ennek a titka? Most meglepődtem, nincs semmi titok. Most az, hogy boldog vagyok, mert végre nagy álmom valóra vált, hogy édesanyja szerepben is kipróbálhatom magam, és hát nem titkos szándékom, hogy nagyon szeretnék egy kis testvért is még Johanna babának. Hát akkor reméljük, hogy ez is sikerül. Utolsó kérdésként csak egy picit a mai kiállításhoz kapcsolódva, itt említetted, hogy anyukád megtalálta a hobbiját. Gondolom, hogy azért a kis lurkót is elhalmozza most mindennel, de te kézi munkáztál valaha, vagy szeretnél, vagy fogsz, tehát ez mennyire ragadt át rád? Nagyon-nagyon nagy bánatom, hogy az óvodai pálcika emberek rajzolásánál sajnos nem jutottam magasabb szintre, pedig nagyon-nagyon szerettem volna, tényleg próbáltam kötni, horgolni mindent, de nem megy. Szerintem erre tényleg születni kell, vagy nem tudom, milyen kreatív energiák szükségesek, de én másban forgatom bele ezeket az energiákat, úgyhogy már Johannának most mutogatom a varrógépet, mert szeretném, ha majd ő örökölné édesanyámnak ezt a készségét, mert ennek muszáj a családban maradni, de sajnos én alkalmatlan vagyok rá a legeslegnagyobb bánatomra. Akkor te vagy a legnagyobb csodálója anyukád alkotásának. Igen, utolsó kérdésként csak azt, a Johanna neve kétszer elhangzott itt. Miért pont így hívják a kislányodat? Hát először is szerettem volna, hogyha a férjem vezeték nevéhez, a Janikhoz valamennyire aliterál. Tehát szerettem volna egy betűs nevet, ez most biztos hülyén hangzik, de... és amikor megtudtam, vagy megláttam, a Johanna név mindig tetszett. Egyrészt nem ismerek senki Johannát, tehát nem kötődik hozzá se pozitív, se negatív élmény. És amikor megláttam, hogy a Jánosnak a női megfelelője, ugye édesapám volt János, és amikor azt is megtudtam, hogy Isten kegyelme a név jelentése, akkor engem ez annyira meghatott, hogy úgy gondoltam, hogy akkor megtaláltam az igazi nevet. És hát látva a pici csöplányt, azt gondolom, hogy jó volt a névválasztás, és sok boldogságot és örömet kívánok neked a anyaságban, és akkor reméljük, hogy a kis testvérről is hamarosan majd egyszer beszámolhatunk. Nagyon szépen köszönöm. A Déri Ném Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár és a Karcagi Szigfold Klub Foltvaró Klub nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket mai rendezvényünkön. Tisztelettel köszöntöm az önkormányzati képviselőtestület jelenlévő tagjait. Pánti Ildikó képviselőasszonyt láttam, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Karcagi Szigfold Foltvaró Klub tagjait, ők is nagy-nagy izgalommal készültek a mai napra, és nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, aki a hívószóra jött és megtiszteli jelenlétével rendezvényünket. És természetesen külön köszöntöm a Karcagi Televízió nézőit, akik majd otthonukban követik figyelemmel a mai eseményeket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink!
egy kedves, hagyományos alkalomra gyűltünk össze itt a Dériné Kulturális Központ ifjúsági házában, Csokonai könyvtárában. A Szigfold Foltvaró Klub hagyományos őszi kiállítását láthatjuk. Felkérem Antalucéné Balog Ágnes tanárnőt, a Szigfold Klub tagját a kiállítás megnyitására. Kedves vendégeink, barátaink, foltostársaink! A Szigfold Klub nevében szeretném köszönetemet kifejezni, hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket, ebben a rohanó világban eljöttek kiállítás megnyitónkra. Jó egy kicsit megállni, és talán még jobb a régi ismerősökkel találkozni, pár szót váltani, megkérdezni, hogy vannak a gyerekek, az unokák. Mit tanultál mostanában? Vartál valami újat? A mai, kis és személytelen digitális világban örülni a személyes kapcsolatoknak. Sokat gondolkoztam, miről is ejtsek néhány szót. Ez igen nehéz feladat. Többször voltam már foltvarról kiállításon, és az a tapasztalatom, hogy akik ilyen alkalomból gyűlnek össze, részben rokonai, részben barátai a bemutatkozóknak, vagy maguk is foltvarrók, így van ismeretük ennek a szép kézimunkának, vagy talán mondhatjuk, hogy a textilművészet eme ágának a keletkezéséről, történetéről, így engedjék meg nekem, hogy erről most ne beszéljek. A Szigfold Klub történetét, munkáját pedig tavaly, a 15. jubileumi kiállításon Cili néni nagyon szépen, átfogóan bemutatta az egybegyűlteknek. Ekkor úgy döntöttem, hogy saját foltvarrós élményeimet, érzéseimet, tapasztalataimat, fejlődésemet, már ha egyáltalán van ilyen, szeretném elmesélni. Mióta az eszem tudom, mindig kézműveskedtem valamit, kisgyermekként magam vartam a babáim ruháit, majd tiniként kötöttem, vartam a burdából, aztán jóval később jött a goblem, a keresztszemes imzés. Kolléganőmtől azonban mindig irigykedve hallgattam, hogy nyáron milyen klassz patchwork tábor volt itt Karcagon, milyen jól érezte magát, milyen sokat tanult. 2012-es élményeit hallgatva elhatároztam, hogy jövő nyáron nekem is ott a helyem. Igaz, ekkor még nem voltam klubtag, semmilyen foltvarrós munkát nem készítettem. Ekkor jelentkeztem a klubba, mindenféle foltvarrós ismeret nélkül. Hát a sors fintora, hogy azóta karcagi tábor nincs, mióta én tag vagyok. Nekem először azt mondták, hogy aki egyenesen tud varni, az képes folton folt munkák készítésére. Egyeniségtől függ, hogy mi lesz a műből, művészi szintet elérő kézi munka vagy praktikus alkotás, egy biztos, bármi készül is, ki egy foltvarró keze alól, az egyedi, csak rá jellemző saját mű lesz. A folt munkák készítésében talán az a legszebb, hogy önálló gondolkodásra ösztönöz. Aztán eljött az ideje, hogy én is elkészítettem első foltvarrós munkám, egy edényfogót 3x3-as blokkból. Ma is őrzöm. Hát, sok mindent el lehet róla mondani, csak azt nem, hogy sikerült volna, de az utókornak meghagyom emlékként. És hogy mikortól érzem magam foltvarrónak? Körülbelül fél éve jártam a klubból, amikor elkezdtünk együtt, lépésenként együtt haladva, egy gyűjteményes takarót készíteni. Minden héten tanultunk egy-két blokkot, technikát. Ekkor tanultam meg az alapokat, és ezen kívül még nagyon sok mindent. Például azt, hogy a társaim milyen hihetetlen türelemmel rendelkeznek, és nem csak a varrást, hanem a tanítást illetően is. Rendíthetetlen kitartással, akár 5-6-szor is elmagyaráznak egy technikát, egy fortélyt. Aztán eljutottam a környező települések körülös varrásaira, kiállításaira, és ugyanezt az önzetlen segítőkészséget éltem át, akkor még számomra, vadidegen emberektől. Tisztelem társaimban a kitartást, a türelmet, a precizitást, a nyugodtságot, ami nélkül csak varnánk, de ezekkel foltot varrunk. És hogy mit tanultam meg még az elmúlt években? A foltvarróknak külön nyelvük, jelrendszerük van. Hogy egy foltos mindig más szemmel néz egy munkát, mint egy halandó. Fontos a pontosság, a precízség, a harmónia, az eldolgozottság. Akárki nem lehet foltvarró. Nem a tehetségről, a tudástól, a technikáról beszélek, az tanulható, gyakorolható.
Ezeknek a készségeknek találkozniuk kell a személyiséggel. Ezek a személyiségjegyek közös tulajdonságok hozzák össze az együttvallókat, képeznek olyan közösséget, amit már kistaládnak is nevezhetünk. Földönkön vannak nem megmagyarázható jelenségek, amelyeket nem kell, nem is szabad megmagyaráznunk. Ilyen jelenség a foltvarrás is. Néha jobban értjük a munkánkat, az alkotásunkat, mint önmagunkat, mert saját titkainkat világosítják meg, de ha meg kellene magyarázni őket, és elmondani, mit is szeretünk rajtuk, csak haboznánk. Köszönöm, hogy részese lehetek egy csodának, kívánom, mindenki ilyen csodálattal tekintse meg kiállításunkat. Köszönöm szépen. Megköszönöm Antalócné Balog Ágnes kedves szavait, és hát jó magam is valamikor hasonlóképpen csatlakoztam a klubhoz, aztán levelező tag lettem, aztán semmilyen, úgy kifogytam belőle, de valóban igaz minden gondolat, amit elmondtál, én újra átéltem ezeket a perceket. A mottója a foltvaróknak az, hogy varjuk össze a világot, hát még nem vartátok össze az egészet, de már törekedtek rá, az látszik itt a kiállított tárgyakból is, és újra nagyon szép munkákat hoztatok el. Én magam, ha nem is készítem, de gyönyörködöm benne, és gratulálok a sok szép munkához. Tisztelt hölgyeim és uraim! A következő percekben egy kedves ismerősünk lép a színpadra, aki sok-sok szállal kötődik Karcaghoz, és magához a Szigfold Klubhoz is. Karcagon született. Alapfokú iskoláit itt végezte. Édesanyja a Szigfold Klub tagja. És mi magunk is több ízben találkozhattunk vele, láthattuk az augusztus 20-ai műsorban, valaha egy pedagógus napi ünnepségen, több színdarabban is, igen emlékezetes volt az Apác-apác, vagy a Hipolita lakái című színdarabban játszott szerepe. Ki az, aki tudja, ki következik? Többen jelentkeznek, igen. Igen, valóban Márkus Edit színművész lép majd színpadra, aki játszott a Soproni Petőfi Színházban, a Szegedi Nemzeti Színházban, jelenleg a Kassai Tália Színház tagja és boldog édesanyja a 7 hónapos Johannának. Szeretettel gratulálunk neki a kis lányhoz, örülünk, hogy anya szerepben is láthatjuk. Kérem, fogadják szeretettel Márkus Judit színművész műsorát, amelyben a 40-es, 50-es évek filmslágerei csendülnek föl. Például te, kellenél, ha volnál, jobb volna minden jónál, egy este belém botolnál. Egyszer szívem így gyújtsz, mert esdítsz vicc a friss húst, de vallanod egyszer ritmust. Nem várok tőled holvas lélek, könnyes vallomást, csak álmodó reményed, egy néma kézfogást. Jaj, olyan napos egyedül árván, ha sokkal jobb tudni, hogy mégis valaki vár rám. Például te, de jó volna, ha volnám, egy ága szót sem szólnám, szeliden ramhajolnám. És két szemetnek meg kell vallani, például te vagy az igazi. Felvesdítsz, mint a friss most, te dallamot adsz és ritmust. Nem várok tőled boldos éjjel, könnyes vallomást, csak álmodó reményel, egy néma kézfogást. Jaj, olyan unalmas egyedül árván, ha sokkal jobb tudni, hogy mégis valaki bennem. Például te, de jó volna, ha volnád, egy ága szót sem szólnál, szerinten rám hajolnál. Nincs menekvés, két szemetnek meg kell vallani, például te.
lent a kertben, s a hold is tudja már, hogy nem szeretlek. Vigyogod, virágod, és vallomás adít, tár azt hiszed, hogy örömet szereztem. Gyűlölöm a vadvirágos hétet, hol a kezed a kezembe tépett. Gyűlölöm az emlékedet, az a bárna, ami volt neked, kinek felelsz, kinek bűnöd érted. Gyűlölöm már életemben mindig, tekinteted puha nagy bilincsét, szemek sarkán azt a vásod, azt a rejtett mosolygásod, azt a hívó titkos kicsi fényt. Gyűlölöm a barna hangod, azt a furcsa mély harangot, néken tűzét kongatok, a bármi halka suttogott. Gyűlölöm a vad virágos rétet, hol a kezed a kezembe tépett. Akármilyen csoda szép volt, az volt a van, az a kis csöpp, ott kezdődött minden fájdalom. Érzel, csak különösen érzel, a
csak várunk, menekülhetsz tőlem még. Nem lehet, ne
meghozzá soha azt az erdemet. Én mellettem szeretni muszáj, szegyesse magát, aki csomót ad. Mellőzhetünk nyugodtan a bókokat, ne beszélj, dolgozzon a száj. Ne beszélj, dolgozzon a száj. Ne beszélj, dolgozzon a száj. Szívesen táncra perdültek volna, és mosolyt csaltál az emberek arcára. Köszönjük szépen a vidám perceket. S hamarosan véget ér a megnyitó ünnepségünk, de kérem, hogy tekintsék meg a kiállítást. Vigyék magukkal a hírét ennek a kiállításnak. Itt vannak az alkotók, lehet velük beszélgetni, lehet nekik személyesen gratulálni. És mondják meg a szomszédasszonyoknak, ismerősöknek, barátoknak, hogy a kiállítás 2016. október 20-áig, 2-től péntekig, 8 és 16 óra között, tehát a könyvtár nyitvatartási idejében látogatható. Most pedig nekem már nincs más szerepem, mint hogy elköszönjek Önöktől, örülök, hogy ezt a kedves délutánt együtt töltöttük. További szép estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra! Köszöntöm nézőnket, az Ifjúsági Házban vagyunk, és a Szék Fortumnak az előbb miatt meg az őszi kiállítása nagy a hangzavar, hiszen mindenki csodálja a munkákat. Bojtyné Péntek Ildikóval beszélgettünk.
hány kiállítási tárgy látható ma itt, hiszen gyönyörű képeket látunk, fali képektől kezdve a mindenféle használati tárgyig. Közel 100 kiállítási tárgyunk van, és ezek az a lényeg, hogy ez mind-mind egy év alatt készült. Ugye tavaly volt a nagy 15 éves kiállításunk, és olyan nincs, ami akkor volt, itt mind teljesen új folt munka látható most. És hát azért lehet trendi színeket is látni, hiszen a szokásos őszi színek azok itt vannak, a falevél színeit látjuk, de azért vannak számomra nagyon vidám alkotások is, tehát gondolom, hogy azért a foltosok is igyekeznek a vidámságukat is megmutatni. Hát igen, de erre csak azt tudom mondani, hogy minden foltosnak megvan a saját színvilága, és ez tükröződik teljesen a munkákba. És ezen látszik az, hogy az egész klub egy vidám, és ezért vannak a vidám színek. Egy kicsit borongósabb az idő, azért előkerül egy-két borongósabb kép is, az nem olyan jó időbe készült, ez azt tükrözi, de szívvel, lélekkel is. Hát ez a foltostársak munkáinak a színvilága, csak ezt tudom mondani. És hát tulajdonképpen majdnem mindegyik táska más-más technikával készült. Látunk itt kis állatkákat a gyerekeknek, rengeteg díszpárnát, takarókat. Szerintem, hogyha most meg kéne számolni, nem is tudnánk megszámolni, hogy hányfajta technika van ma itt. Hát azt nem lehet megszámolni, mert szerintem már lassan a millió technikánál tartunk. Rengeteg, de rengeteg. Táskákat, a fali képeket most ebbe az évben nagyon dús évünk volt. Rengeteget jártunk vidékre, Kisújszállás, Mezőtúr, Hajdúszoboszló, Egerbe. És most az ott tanult, és ezek egy ilyen gyors technikák idézőjelbe mondva, és most próbáltuk azokat mi is megmutatni, és a táskák is mind-mind vidékről jöttek most. Hát azért mondja itt idézőjelbe téve a gyors technikát, én azt gondolom, hogy ha mi itt laikusok mellé ülnénk, nem biztos, hogy egy hét alatt megvalósítanánk egy darabot is ebből. Én azt hiszem, hogy rengeteg óra és kézi munkázás van ebben, meg nagyon sok fantázia és nagyon sok tudás. Igen, hát a legeslegnehezebb az anyag kiválasztása, mert ez úgy indul, hogy veszünk egy kis anyagot, aztán veszünk szekrényt, aztán veszünk még egy szekrényt, és akkor én ezt szeretném varni. Megszületik fejbe, hogy mit varrunk, és akkor az milyen anyagból legyen. És akkor kinyitjuk a szekrényt, és van, hogy 3-4 napig csak azon meditálunk, hogy ez most milyen anyagból szülessen, milyen szín, most nekem milyen a hangulatom, és akkor így megszületik a szín, és hát utána beszélhetünk gyors technikáról, ami 2-3 hét is lehet, mire elkészül. És hát azért itt minden centit hasznosítanak, hiszen hallottuk már korábban is Cilikenintől meg öntől is, hogy itt azért vannak 1-2 centis darabokból készülő tárgyak is. Igen, Cilikenéni vesz most részt egy kihívásban, itt a színpadon látható, 365 blokkból fog állni a takaró, ez 7x7-es blokkok, és hát abban vannak 2x2 centisek is. Azt gondolom, hogy a Szigfoltos klub tagjai mindegyike szereti a kihívást, de korábban volt lehetőség arra is, hogy adományokat készítsenek. Gondolom, hogy most is volna, csak idő nincs rá. Hát nagyon kevés az időnk, mert van köztünk sok aktív dolgozó is, tehát munka mellett ez nehezen megy, de jön a karácsony, és már megszületett fejbe a meglepetés, de azt még nem szeretném elárulni, hogy kinek és mit fogunk készíteni. Akkor beszéljünk egy picit a trendiről, hogy mi lesz a trendi, ezt csúnya szó nem szeretem, de hát mindenki így mondja, mi lesz a karácsonyi színvilág, a szokásos, piros, zöld, vagy arany, mi az, ami felé most elmennek a foltosok? Megint csak azt tudom mondani, hogy mindenkinek megvan. Akkor beszéljünk önről, tehát mi klubvezető. Én biztos csak a piros és az arany. Nekem piros, arany, fehér, tehát nekem teljesen ez áll hozzám közel. Van olyan klubtársunk, aki a kék. Nem tudom, hogy én miért haragszom a kékre, de én nekem nem nagyon van kék munkám. De csodálatos, mikor elkészül, és tetszik, csak én magam nem szoktam varni. Tehát azért mondom, hogy ezt megint csak úgy tudom megfogalmazni, hogy mindenkinek a saját színvilága. De szerintem mi a trendi mellett maradunk a hagyományosnál, a piros, fehér, arany, zöld, kék, ezüst, még az is. Itt említett, hogy egy picit megfiatalodott a tagság, és aki most esetleg kedvet érez, akkor először ássa be magát a internet világába, és amikor már valami fogalma van esetleg anyagokról, meg alaptechnikákról, alapvarrásöltésekről, utána azért még keresheti önöket. Bármikor kereshet, olyan is kereshet, akinek fogalma sincs a varrásról, egész nyugodtan, mert nagyon szívvel, lélekkel segítünk, ahogy tudunk. Sőt, még az jó is, mert akkor már úgy a mi csoportunkhoz formáljuk őket egy kicsit, vagy őt, aki jelentkezik, szívesen fogadunk mindenkit.
mindenkit. Hát akkor itt hallottuk, hogy vannak már ugyan levelező tagjai a klubnak, de akkor reméljük, hogy lesznek új tagjai is, és akkor meglepetéssel várjuk mi is, hogy mi lesz a karácsonyi divatszín, és akkor majd visszatérünk erre azonáltal még titkos meglepetésre. Köszönjük szépen, és sok-sok öltögetést kívánunk még önöknek. Köszönjük szépen, és ha meg lesz, akkor teljesen eldől, akkor jelentkezünk.